Az erősödő vírusveszély közepette továbbra sem látogathatják az idősek a gondozási központot. Ami még inkább nehezíti a helyzetet, hogy az oltási program beindításának ellenére az emberek egyre jobban tartanak a személyes kontaktustól. Meglévő feladataink mellé most új feladatok jelentkeznek, így például a regisztrálás az oltóanyagra, illetve az oltópontokra, házi orvosokhoz való eljuttatásban segítkezünk az időseknek, és ezt a napi munkánkba be kell iktatni. Rendkívüli módon távolságtartóakká váltak az időseink. Félnek, nagyon félnek, hogy nehogy mi vigyünk oda valamit, vagy nehogy a családtagjaik, és inkább így mindent próbálnak olyan szinten megoldani, hogy a lehető legkevesebb kommunikációval, tehát érintkezés folytán. A gondozási központ munkatársai továbbra is készen állnak arra, hogy a felmerülő igényeket kielégítsék. A házi segítségnyújtásban, szociális segítésben, szociális gondozásban, való segítségnyújtásban, étkeztetésben, és persze természetesen a bevásárlásban is. Ezt a feladatkört közel egy éve ellátják a kollégáim. A helyzet változatlan, továbbra sem jöhetnek az időseink, hanem mi látogatjuk őket az otthonaikban, és a bevásárlási feladatkör is megmaradt. Az oltás beadatása után is megosztottak az idősek, mondta Sebestyén Orsolya. Javarészt azt mondja, hogy nagyon örülnek, hogy megkapták az oltást. A másik fele pedig továbbra is hiába kapott oltást, nagyon fél és nagyon zárkozottá váltak. Ahhoz, hogy ez a félelem feloldódjon, hosszú időre lesz szükség, véli a központ vezetője. Újból el kell fogadtassuk magunkat, hogy mi sem vagyunk betegek, mi is jól vagyunk, és hogy ők is továbbra is a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak, tehát vissza kell vezetni őket az életbe. Az oltás és a védekezés fontosságáról szólt az elmúlt napokban Bonyhádon Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője is. Tisztelt bonyhádiak, mindenkit szeretettel köszöntök, és egyben kérek is, hogy segítsen most abban az összefogásban, ami a vírus harmadik hullámának leküzdésére irányul. Ebben egyrészt fontos, hogy hordjuk a maszkot, tartsuk a távolságot, mossunk kezet alaposan, mert ezek a legjobb módszerek a vírus távoltartására. Másrészt pedig a védőoltás lehetőségével mindenki éljen, hiszen ez az érdemi megoldás. Ennek a segítségével tudunk végre visszatérni valamennyire a normális életünkhöz, és persze megmenteni a magunk és a környezetünkben élők életét is, hiszen ez a vírus sajnos talán súlyosabb betegségeket okoz most a harmadik hullámban, mint eddig. Többen kerülnek kórházba, és a védőoltással igenis távol lehet tartani a fertőzés lehetőségét, úgyhogy én mindenkit a védőoltás felvételére buzdítok. A gondozási központban eközben már arra az időre készülnek, amikor már szabadabb lehet az élet. Ezeket a húsvéti vásárra készítjük, és március végén, amint feloldanák a kéthetes karantént, akkor készülnénk egy kicsit itt az utcán árusítással. A központ munkatársai arra kérik az időseket és a rászorulókat, hogy szolgáltatási igényeiket jelentsék be a 74 451 820-as telefonszámon.